csütörtök hangjától volt hangos vasárnap a záhonyi határátkelő. A gazdák kevesebb mint két nap alatt szervezték meg a megmozdulást, hogy az ország különböző tájegységeiből érkezve közösen adjanak hangot elégedetlenségüknek. Az ukrán gabona behozatalára vonatkozó tilalom eddig Lengyelországra, Romániára, Bulgáriára és Szlovákiára vonatkozott. A tilalom szeptember 15-én megszűnt. A bizottság elnökasszonya részben azzal indokolta, hogy nincs piaci zavar, gyakorlatilag működő piac van ezekben az országokban, tehát értelmetlen most már a tiltást érvényben tartani. Ugyanakkor a másik indoklás az volt, amire már hivatkoztam, hogy majd Ukrajna ígéretet tett ugyan, hogy majd Ukrajna szabályozza a belső piacait, és egy olyan export szabályozási rendszer dolgoz ki, hogy ezekbe az országokba nem engedi szállítani az ukrán termékeket. Na, elnézést kérek, ez több, mint vicc, ez pimasság, ez megalázó, és ez szemenszedett hazugság. Így nyíltan a kamerába, szemenszedett hazugság. Ismerjük a helyzetet, pontosan tudjuk, mi van Ukrajnában. A tüntetésen a gazdák sorra mondták el véleményüket, kihangsúlyozva azt, hogy a magyar gazdálkodó családok nagy bajban vannak. Nem csak az ukrán gabona, hanem a tavalyi súlyos aszályos év után is. Véleményük szerint az Ukrajnából érkező gabona nem felel meg az Európai Uniós szabályozásoknak sem, így az élelmiszeripari szempontból nem biztonságos. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdák GMO-mentes termék alapanyagot állítanak elő, a magyar gazdák csak olyan növényvédőszereket használhatnak, amit az Európai Unió engedélyez, és abban a dózisban, amelyikben engedélyezi, és egészséges élelmiszert állítunk elő az emberek, a magyar emberek számára. Most, amikor ezek a piacok megnyíltak, sajnos olyan mértékig vegyszerrel szennyezett termékek kerültek be, ami nem csak az ember egészségére, hanem az állatok egészségére, persze áttételesen az állat a hús elfogyasztásával az emberek egészségére is ártalmas. Szlovákia meghosszabbította az unió korábbi 4 gabonafajtára vonatkozó tilalmát. Lengyelország pedig a hétvégén további tilalmat rendelt el az ukrán lisztre és takarmányra. Magyarország is élt a hosszabbítással, és még további 25 olyan termék importját tiltja be, melyeket korábban nem, ilyen például a méz, a tojás és a hús. A tüntetésen részt vett még a térség két országgyűlési képviselője, Tilki Attila és Sesták Miklós. Értelemszerűen, amikor a háború megindult, a magyar kormány, a magyar nép egyértelműen tette, mi ki akarunk maradni ebből a háborúból. És sajnos közvetlen hatás érzünk most itt, hiszen másfél nappal ezelőtt Európai Unió megint úgy döntött, hogy beengedi Magyarországra, engedi azt a tömértelen ukrán gabonát, amelyik mindenféle ellenőrizetlen termesztés után zajlik. Én azt gondolom, hogy ezt meg kell állítanunk. Fontos, hogy üzenjük Brüsszelnek, hogy ebből elég volt, és üzenjük a magyar gazdáknak, hogy kiállunk mellettük. A tranzitszállítmányok áthaladása továbbra is engedélyezett Magyarországon át, szigorú ellenőrzések mellett. Az importárút nyomon követik az ország egész területén.